Érdekes, izgalmas kiállítás. Annyit tévedtem az előbb, hogy nem a zsinagóga galériában, hanem a kis zsinagógában van ez a kiállítás. De hát térjünk vissza egy mondat erejéig az előző beszélgetéshez. Ott elhangzott, hogy szerencsére a természettudományi kar is népszerű a jelentkezők szerint, a jelentkezők száma szerint. Hát akkor innen indítsunk, dékán úr, stúdió vendégünk a témában, Liptai Kálmán, a természettudományi kar dékánja. Valóban sikerült olyan eredményeket elérni, hogy lassan kezdik meg szeretni újra, ismét a természettudományokat? Én úgy gondolom, hogy nem múlnak el nyomtalanul azok a pillanatok, hogy állandóan emlegetjük, hogy fontosak a természettudományok. Itt a műsorban is már többször érintettük ezt a dolgot. Különböző konferenciákat rendezünk, meg megjelenünk itt-ott-amott. Úgy gondolom, hogy elhiszik az emberek, hogy fontos, és érezhető elmozdulás ebben a dologban. Annyira nem dőlünk hátra, hisz azt látjuk, hogy elmozdulás történt. Nagyon jó a TTK, hogy most éppen kinéz, de a klasszikusoknál ott azért még nincsen nagy elmozdulás. Tehát klasszikusok alatt matematika, fizika, kémia, ott mintha azt még a kor... Voltert akarja idézni. Ott még a korszava még hallatni kell még sokat, hogy ez menjen. Ahhoz, hogy népszerű tudjon lenni, és valóban többen jelentkezzenek, ahhoz azért az is kell, hogy olyan versenyföltételeket tudjanak teremteni, olyan föltételeket tudjanak teremteni, hogy izgalmas, érdekes lehessen ott tanulni. Ahhoz viszont nem mindig elég az a pénz, ami itthon van, pályázni kell. Hogyan állnak ezen a téren? Mennyire sikerül pályázatokkal úgy szerezni lehetőséget, hogy valóban érdemes oda menni tanulni? Hát a legjobb reklám az minden esetben, amit leteszünk az asztalra. Én úgy gondolom, hogy ebben a TTK kihúzhatja magát, mert minőség, amit leteszünk, és ezt tudják, és a régióban, meg az országban is. Tehát ez az egyik része, de tény az, hogy ettől hallgató lesz, de pénzünk az oktatásra vagy a fejlesztésre nem. Most pont abban a pillanatban vagyunk, amikor örvendezik a kar, hiszen a Baross pályázatban több sikeres pályázatot benyújtottunk, ez több mint 100 millió nyert pénzt jelent, és ez azt jelenti, hogy elindulunk egy kicsit az élet felé, és ez nagyon jó a TTK-nak, nem azért, mert hogy sok pénz a 100 millió fölötti összeg, ez főleg informatika, illetve élelmiszerbiztonság, hanem azért, mert ha az élethez közelebb megyünk, akkor hallgatókat is az élethez közelebb tudjuk vinni, és el fogják hinni, hogy ez nem kréta, nem csak képek, nem csak szövegek, hanem a való életet tanulják a TTK-n. Tehát úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó dolog. A másik része, hogy támogpályázatok kerültek beadásra, mégis ez egy rövidítés, nem is az a lényege, hanem a tartalma a lényege. A tartalma pedig megújítani az oktatást, a természettudományos oktatást, illetve szétteríteni itt a régióban, megismertetni vele a régiós kollégákat, tanulókat, szülőket, és hát nagyon reméljük, hogy ebben is tudunk nyerni, és tudunk valami újat mutatni. Azért ezt ilyen könnyen nem lehet megúszni, dékán úr mondta, hogy 100 millió körülbelül bejön pályázaton. Mi minden lesz ebből? Mire tudják fordítani? Hát az egyik nagy része az a Egerfood nyerte, és különböző cégekkel a kapcsolatok, amik eddig is megvoltak, és ezeket fogják erősíteni. Illetve most jelenleg TDK kurzus, országos TDK verseny van Magyarországon, és már a hírek azok hogy az ott a Egerfoodban elkészült TDK munkák, azok nagyon jó minősítéseket kapnak. Tehát szeretnénk szépen becsempészni az oktatásba ezeket a kiváló eredményeket. Ez egyébként laborakreditálás is benne van, meg sok egyéb dolog. Az informatika része az pedig egy ilyen rádiófrekvenciás módszer, amit mindenki tapasztalt, aki véletlenül olyan táskával érkezik a Tesco-ba vagy más helyre, hogy valami van benne és elkezd csipogni. Ezt a csipogtatós rendszert szeretnénk egy kicsit tanulmányozni, egyrészt beépíteni az oktatásba, másrészt egy mezőkövesdi cég, a Kovács Kft. Segítségével szeretnénk az iparba is ezt eladhatóvá tenni. Izgalmas tervek, mindenképpen. Beszéltünk már az elején rögtön beköszönésként a jelentkezésről a TDK-n. Ha kielemzi az egyes szakokat, milyen tapasztalatokat szűr le belőle? Miben kell még újítani, hogy elérjék azt a célt, amit szeretnének?
Úgy gondolom, hogy mindenben. Tehát a TTK arról szól, hogy egy pillanatra se lehet hátradőlni. Tehát ezek a számok, hogyha megnézzük, ugye aki ismeri az előző évi számokat, meg ismeri a mostaniakat, nyilván van rálátása. Azt látjuk, hogy a pedagógus képzés, amit sikerült elnyerni matematikából, informatikából, testnevelésből, földrajzból, ez nagyon vonzó. Itt azt mondhatjuk, hogy jók voltunk, mert most a 15-20 évvel ezelőtti befektetett munka térül meg, mert azok a kollégák visszajönnek, hogy itt tanuljanak. Tehát ez biztos, hogy benne van, de most például a TÁMO pályázat, amit előbb is érintettünk, szeretnénk új utakat kipróbálni, és most például belefogunk egy olyan kísérletbe, hogy hogyan lehetne valahogy a műholdat behozni ide, és műholdas vételt produkálni, információkat lekérni, mire lehet ezt használni, és például egyik pályázatban megpróbáltunk összerakni egy olyan tárgyat, vagy nevezzük tárgynak, ami egy kicsit informatika, egy kicsit matematika, egy kicsit földrajz, hogy izgalmas legyen ez a dolog. Tehát ha a természettudománynak a halála az, ha egy kolléga azt mondja, hogy mindig ugyanazt megtanítom, és ha két végzett hallgató, egyik 20 éve végzett, másik 40, mikor találkoznak és az előadásról beszélnek, azt mondja, hogy igen, ugyanazt a viccet mondta el, meg ugyanaz a kép volt, meg ugyanaz a slide. Tehát akkor jó a TTK, hogy ha újdonsággal tud szolgálni. Hát van rá lehetőség, mert földrajzból kiváló a jelentkezés, biológiából kiváló a jelentkezés, tehát a programtervező informatikus az egészen zseniális, tehát, de hát azt tudtuk, hogy az informatika az egy jó menő dolog. Igen, hát ismét van egy második helyezés, hogy Kusper tanár úr éppen. Így van, egy kiváló helyezést sikerült elérnünk, jegyeznek bennünket az országban, az egyetemek is jegyeznek bennünket, tehát ezt tényleg jól csináljuk, de ugyanilyen jól csináljuk a matematikát is, és ezt meg el kell adni, még jobban el kell adni. Ez nehéz sport, és nagyon nehéz mostanában olyan embereket keresni, akik nehéz sportot akarnak űzni. Vannak hagyományos rendezvényeik, vannak hozzá föltételek, hiszen itt van a Varázstorony, itt van Vida tanár úréknek ez a Nagyvilág kis csodái sorozata, amelyek valóban népszerűek. Érezhető ezeknek a hatása? Visszatérnek ilyen hallgatók esetleg, akik korábban ezeken ismerkedtek a természettudománnyal? Ez nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert nem, ennyire nem tudjuk kiepszilonozni ezt, a matematikusok ezt mondják, tehát annyira nem tudjuk finoman megközelíteni ezt. Azt látom, hogy élénk az érdeklődés. Tehát van egy TTK sziesta, megállítanak az úton, és azt mondják, hogy mikor lesz a következő, mert hogy nagyon szeretnének eljönni. Tehát Biacs Péter lesz egyébként április 22-én, ha ezt most el lehet mondani. De hogy, már most de el, hogy, vagy elmondta. De hogy jönnek, ez érdekli az embereket, de azok a fiatalok, akik mondjuk egy Varázstorony vetélkedőn itt vannak, és élvezik a fizikát, és ugye azt mondjuk, hogy a fizika nehéz, meg nincsen, aki fizikát akar tanulni, és ezeknek csillog a szemük, és alá kellett írnom körülbelül 50 percen vagy egy órán keresztül okleveleket, hogy oda tudjuk nekik adni, ezek biztos, hogy valamikor meg fognak jelenni. Azt nagyon nehéz kérdés megmondani, hogy ki az, akit befektettünk, de úgy gondolom, hogy nagyon sok helyre kell a természettudományi karnak befektetni, azért a olykor kicsi, olykor nagyobb jövedelemért. Tehát az, hogy évente itt közösen csináljuk a kutatók éjszakáját, az egy befektetés, és nem látjuk a közvetlen megtérülését, de hogy megtérül, az biztos, mert már kérdezik, hogy és akkor mi lesz most, mi a téma, hogy lesz. Kérdezi a riporter is, hogy és akkor a kutatók éjszakája, amik a legnagyobb nemzetközi rendezvényük, azzal most hol tartanak, hol készülnek? Hát azt még tavaly megnyertük ezt a dolgot, úgyhogy biztos, hogy lesz. A főszervezőnk Szilágyi Bolya csinálja nagy-nagy elánnal és nagy-nagy kedvel, és ami a legbosszantóbb, hogy a kollégák nem fáradnak, tehát azt látom, hogy hiába nagyon sok munka van vele, ráadásul... Nem tudom eléggé leterhelni őket, igen, hogy ne akarjanak kutató éjszakázni. Így van. És ráadásul ugye a mozgás a téma, tehát gyakorlatilag mozognak, tehát nem lehet egy szavam se. Egyszer az első beszélgetésünkkor, amikor dékánnál választottuk, azt kérdezte a szerkesztő úr, hogy és mivel lennék elégedett, és azt mondtam, hogy hát, hogyha jól éreznék magunkat a kollégák, hát ők olyannyira jól érzik magunkat, hogy jönnek az újabb és újabb ötletekkel, úgyhogy néha nehezen követem őket. Mindig öröm egy elégedett emberrel szembeülni akkor ezek szerint.
Tanár úr, dékán úr, főiskolánknak több tanszéke évfordulókat ünnepel. TTK-n van-e most közelben évforduló, lesz-e valami megemlékezés erről? Az igazság, hogy a természettudományi karnak most sok-sok évfordulója lenne, de egy olyan tanszék van, aki igazán ezt meg is akarja ünnepelni. Ugyanis 60 éve van annak, hogy megalakultak a szaktanszékek. Tehát gyakorlatilag a kollégáknak a orrára kéne koppintanom, hogy mindenkinek ünnepelni kell. A földrajz tanszék ezt nagyon komolyan veszi. Hogy kapok én a kollégától, hogy mégis találtam egy pontot, ahol nem elégedett a dékán. És nagyon érdekes, hogy ők egy nagyon-nagyon komoly programmal fognak jelentkezni, úgyhogy régi diákok jönnek, ismert emberek jönnek, és úgy gondolom, hogy arra érdemes lesz kilátogatni a Liceum TV-nek is. Hát ez természetes, soha nem maradunk el a rendezvényeikről. Tanár úr, akkor ezek szerint csak azzal tudjuk lekerekíteni ezt a beszélgetést, hogy nem csak az LKF a jó döntés, hanem az LKF-TTK is nagyon jó döntés. Az EKF-TTK az egy kiváló döntés, ez onnan látszik, ha még szabad egy mondatot, hogy májusban Majál is rendez a TTK történetében először, és hát a kollégák ezt bőszen támogatják. Tehát úgy gondolom, hogy kollégának is, diáknak is, hallgatónak is jó döntés a TTK. Én kívánom, hogy sokáig érezzék még jól magukat együtt, és hát legyenek a hallgatók örömére minél termékenyebbek ötletekben. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, dékán úr, és akkor nézzük meg együtt, hogy mit kínálnak hallgatóink nekünk a programok közül. Programajánlónk következik.